hogy ilyen sokan eljöttek, eljöttetek, és kíváncsiak vagyok mai vendégünkre, aki nem más, mint az ismert gasztronómus nő, Frank Júlia. Indiának 1982-ben jelent meg az első szakácskönyve, és az elmúlt 30, vagy már több mint 30 év alatt viszont számos másik, én nem tudok számszerű adatot mondani, de ha jól vagyok informálva, akkor a világon önnek van a legtöbb szakácskönyve. És reméljük, hogy ezt az elmúlt 30 év tapasztalatát, vagyis ha nem is az egész 30 évet, de ebből valamennyit most jön, meg tudod ízelni belőlük, egy kis ízelítőt, igen, várunk, és én át is adnám neki a szót, és fogadnám őt szeretettel. Köszönöm szépen! Először is nagyon örülök, hogy eljöttek, és hogy ilyen sokan eljöttek, ezen a Ronda novemberi borongós ízet, ezt úgy utálom, hogy ez nem is érzés. Úgyhogy köszönöm szépen! Tulajdonképpen vágjunk bele, hogy jobban. Annyit mondanék, hogy 124 könyvet írtam ez idáig, semmilyen, hogy még nem fejeztem be a pályafutásomat. Természetesen terveik is a köteim vannak. Úgy lesz kellemes ez a másfél-két óra, hogyha kérdeznek, és én válaszolhatok. Bármit kérdezhetek, ami a gasztronómiába beletartozik, bármit. És én fogok válaszolni, és akkor ki fog alakulni egy olyan fajta párbeszéd, amit nagyon hasznos lesz mindenkinek, legalábbis remélem. Az első kérdést én fölteszem. Ki az, aki nem szeret főzni? Az nyújtsa fel a kezét. Szuper. Mert arra gondoltam, hogy ha valaki nem szeret főzni, akkor remélem, hogy ezután a kis beszélgetés után meg fogja szeretni a gasztronómiát, illetve a jó ételeket. Mert ha már muszáj nekünk asszonyoknak minden nap főzni, vagy ha nem is minden nap, de minden másnap, akkor miért ne jó kedvel, és miért ne lelkesen csináljuk, ugyanis ennyi jó dolog. Mindenki szeretne a jelenlévő közül, gondolom én, mert különben nem lennének itt. Tehát aki nem szeret enni, annak az élete sokkal szegényebb. Úgyhogy mi azt gondolom, hogy gazdagok vagyunk, mert még a legegyszerűbb nyersanyagból is lehet nagyon-nagyon finom ételt készíteni. Bármilyen kérdést föltehetnek, én most megkérdezem, hogy érkezett-e előzetesen kérdés. Előzetesen nem. Amit én mutattam, azt én ütöttem, ezt már azt én. Igen. Jó, akkor kezdjük el. Szerintem kezdjük el. Kérdés. Én, amit egyszer a Dél-Magyar írtam ezt, hogy Csengel a Spárga Fellegvára. Igen. Hallottál már, és én is szeretem a spárgát, de ez is még sok más. És mondjuk, hogyha én tényleg kapnék kedvet rá, Igen. Akkor azt hogy tudnám tartósítani? Na, hát ez egy remek kérdés, mindjárt bele is annak közöttében, de hadd üdvözöljem az egyetlen férfi, bocsánat, a második gondolom, hogy ön is szeretni, csak a fénykép, a videó kedvéért van itt, de gondolom, hogy ön is szereti a hasát, szereti. Nagyon örülök neki. Szóval spárga. Én azt hallottam, hogy itt van a legjobb spárga, sőt egyszer, nagyon-nagyon régen, de legalább 20 évvel ezelőtt, én lehet, hogy itt jártam, és kaptam egyszer egy láda spárgát. Ilyen spárga szezon volt, ilyen április, és egy ekkora nagy ládával. Zöld spárgát is, meg fehér spárgát is. Mit gondolnak, melyik a finomabb? Melyiket szeretik jobban? Na most a helyzet a következő. A zöld az értékesen. Miért? Tudja valaki? Azt gondolom, hogy azért, mert azt nem kell meghámozni. Tökéletes a válasz. Nem, nincs tulajdonképp. Nem kell elmondani. Egyetlenül sem. Csak az ember azt a kis, apró, fás részt levág róla is kész. Nem kell hámozni. Tehát megmarad olyan súlyban, ahogy az ember megvásárolta. És finomabb is az íze. Próbálják majd meg, hogyha itt van spárga. Van én a között spárga termelő? Tehát én a cégnél dolgozom. Jó, hát akkor így könnyű, de legalább nem tudom. De egyébként mi csak fehéret termelő, nem? Zöldet nem. Tényleg? Pedig a zöld az finom. Általában, ha megy külföldre, akkor még zöldet szoktak vinni. Azt tovább is eláll valamilyen ok miatt. Talán a fehérnek nagyobb, magasabb a víztartalma, és könnyebben romlik.
Na, szóval, hát az a helyzet, hogy a spárgát le lehet fagyasztani. Nem tudom, hogy szoktak-e ilyen bűnt elkövetni. És egyetlen egy trükkje van, hogy hogy olvasztjuk ki, az a trükk. Ha nem jól olvasztja ki az ember, akkor lesz egy ilyen kicsit ilyen újszerű, ilyen nem vágható, csak ilyen csavarható, szóval az nem lesz igazából úszítás. Tessék nekem megmondani, hogy szokták kiolvasztani a fagyasztott zöldséget, mondjuk a spárgát. Én a forró vízzel rakom vele. Ennél nagyobb bajt nem csinálom a spárgával. Ugyanis a forró víz azonnal kioldja belőle az ízanyagot és a vitamint. Nem, így nem szabad. Ezt most halál komolyan mondom. Mindenfajta zöldséget vagy hús, bármit fel akarnak olvasztani, akkor előző este tesszük kenni a mély ütőből kivenni, és be a normál ütőtérbe. És másnapra tökéletes lesz az állaga, olyan lesz, mint a megvásárolták volna. Nem fog levetereszteni, ugye az a legnagyobb probléma a fagyasztott zöldségeknek, meg általában a fagyasztott élelmiszer felengedésével, hogy pláne, hogy ilyen gyorsan olvasszák fel, akkor rengeteg víz keletkezik alatta, és hát az a tápanyagnak egy nagyon jelentős része. Tudják-e, hogyha az ember fölolvaszt egy, mit tudom én, két csirkecombot, úgy ilyen rossz módszerrel, tehát úgy gyorsan, akkor a fehérjének legalább 15%-a megy a csapba, vagy a mosogatóba. Úgyhogy ezt soha ne csinálják. Hát szépen előttessék a sorban. Tehát fel kell olvasztani, de csak úgy, hogy saját magától olvadjon föl, előző este, tehát betenni a normál ütőtérbe, és másnap ugyanúgy lehet vele bánni, mint egy friss spárgával. Ez nem csak a spárgával jelzik. Minden zöldsége. Na most, ha már a fagyasztásnál tartunk, melyek az a zöldség, amit két zöldség, amit semmilyen körülmények között nem lehet lefagyasztani? A krumplit, ha megfőzzük, akkor lehet. Csak nyersen nem. De azon kívül azt lehet. Megmondom én, hogy mi. Recket nem lehet lefagyasztani. Azért, mert olyan magas a víztartalma, hogy amikor kienged, akkor lesz egy ilyen bőrszerű, hártyásszerű valami, amit már nem lehet megenni, és alatta iszonyú mennyiségű víz. Tehát a retteknek kb. 80% vagy 85% a víztartalma, tehát ezért nem alkalmas rá. És a leveles salátákat tisztem meg. Mert amikor felenged, hát akkor inkább szemétbe való már, mint asztalra. Látok ott egy legényt, egy kis nyuszival. És akkor a gombát is ugyanúgy hűtőben? Na most a gombával más a helyzet. A gombát, ha friss gombát akarnak eltenni mondjuk 3 vagy 4 napra, azt nem kell fagyasztani, hanem bele kell tenni egy papírzacskóba, vagy egy selyem papírba, vagy egy egyszerű csomagoló papírba, az a trükkje, hogy ha a gomba nedvességet enged magából, a papír felszívja a nedvességet, és semmi baj nem lesz a gombának. Ha hosszabb időre szeretnék eltenni, akkor nyersen is el lehet tenni, úgyhogy megtisztítják, felszerepelik, és egy nehéz zacskóba belerakják, vagy fóliába, vagy folpak fóliába, és úgy be a mély ütőbe. De igazán a megfőtt gombás ételt érdemes fagyasztani. Másik azért is, mert ha az ember főz egy gombalevest, akkor nem szabad másnak eltenni, vagy egy gombamártás. Azért, mert a gombának a magas fehérjetartalma iszonyatosan könnyen romlik. És akkor komoly baj lehet. Ez nem azonos a mérges gomba mérgével, csak nagyon kellemetlen gyomorrontást okozhat a megromlott gomba. Tehát, hogyha én azt szoktam, megmondom, mit szoktam csinálni. Veszek legalább egy másfél kiló gombát. Abból készítek egy ilyen fából pirított gombát, úgyhogy hagymán, fokhagymán, vastag szeletekre vágom, vagy kockákra vágom, attól függ, mire akarom ezt felhasználni. Ezt szépen megpárolom, először megpirítom, aztán saját levében megpárolom egy pici olajon, és amikor ez kihűlt, adagokra osztva elteszem. És amikor szükségem van egy gombalevesre, akkor előveszek egy ilyen zacskó gombát hűtőből, ezt akár fagyosan is föl lehet használni, elkészítem a levesnek az alapját, bedobom, megfőzöm, felforralom, megfőzöm. Aztán a mártást az ugyanígy lehet elkészíteni. Rántott gombának nem érdemes lefagyasztani a gombát, mert az állaga nem lesz olyan jó,
mert ennek is magas víztartalma van, és kicsit olyan, hogy nem tudok erre egy szót találni, most ezen gondolkozom, hogy milyen lesz. Szivacs. Köszönöm szépen, tökéletes. Szivacsos, igen, tehát ezért érdemes megfőzni. Ha megfőzi az ember, akkor nem lesz semmi maga, akkor ugyanolyan lesz, mint a fogyasztás előtt. Na most miről is beszéltünk kitalmében, tehát fogyasztás. Hát a sárgarikát azt remekül lehet fogyasztani. Én direkt szoktam csinálni, hogy időt spóroljak, meg energiát. Én egy héten, egy délután, vagy délelőtt attól függ, hogy mikor a időm, arra szánok, hogy az egész heti menőre szükséges nyersanyagot megtisztítsam. És szépen adagokra osztva elteszem a hűtőbe, nem a mélyhűtőbe, mert én a zöldséget nem kell mélyíteni. Az teljesen felesleges. Azt nyugodtan el van egy, akár egy hétig is egy nejlonzacskóban szépen megtisztítva, kockákra vágott, felkarikázva, fenn a zöldségtárolóra kezdve. Aztán a karalábia ugyanezt lehet csinálni, a gyökérre ugyanezt, az ellene ugyanezt, semmi bajuk nem történik. Volt nekem egyszer egy kolléganőm, aki minden nap főzött és minden nap szentségben, és neki mennyi dolga van, hogy neki minden nap kell főznie. És kérdeztem tőle, hogy te miért főzöl minden nap? Hát ha egy héten kétszer vagy háromszor főzöl és elrakod, akkor az ugyanolyan jó. Azt nem lehet, mert a férjem nem eszi meg a másnapos ételt, mondta. És gondoltam, hogy jól kiszúrok vele, illetve bebizonyítom neki, hogy nincs ilyen másnapos étel. Az étel az mindig étel, ha jó a minősége. Ha nem romlott meg, akkor az étel. És meghívtam vendégségbe, és nem mondtam meg neki, hogy ami étel. Jó, és még az volt a lényeg, hogy a kollega férje nem ette meg a fagyasztóból kikerülőjét. Tehát azt mondta, hogy az ehetetlen, annak mellékízet. Hát én direkt azt csináltam, hogy kivettem a fagyasztóból a csirkét, kirántottam, tehát fagyasztott húsot, azt se ette meg egyébként. A leges azt mondta, mindent a fagyasztóból vettem ki, illetve volt olyan, amit előtte két nappal például egy isteni káposztalevest főztem. Minél többször melegíti az ember a káposztás ételt, annál finomabb, mert az ízek annál jobban összeérnek bennem. Tehát az a lényeg, hogy megette a vacsorát, borzasztóan ízlet neki minden, és akkor kérdeztem a feleségétől, hogy ugye te is tudsz ilyeneket főzni. Mondja, hogy hát igen, de hát nagyon sok időt vesz igénybe, és akkor szépen elmeséltem neki, hogy amit most ettetek, az ekkor meg akkor készült, és akkor nagyon elszégyelte magát a férj, és mondta, hogy hát elnézést kér, mármint a feleségétől, nem tőlem, de hogy tényleg igaz, és hogy ezeket el kell felejteni, ezeket a rossz beidegződéseket. És aztán nagyon örült másnak a kolléganő, és mondta, hogy hát nagyon köszönöm nekem, hogy egy kicsit könnyebbítettem az életét, mert hát lehet főzni egyszerűen nagyobb mennyiséget, és szépen be lehet tenni a ütőbe, de ez bajon nem lesz. Egy titka van annak, hogy az étel ne romoljon meg. Mit gondolnak, hogy mi? Ez nagyon fontos. Tessék? Lezárni kell, jó? Hát először is ki kell ütni, gyorsan. Ezt én úgy szoktam csinálni, így van, hogy van egy kétrészes mosogató. Az egyik részt rendesen ilyenkor kiszoktam nagyon különös tekintettel arra, hogy tiszta legyen, jól kimosom, de dugasztom, hogy beleöntök vizet, és az edényt, a leveses edényt, a főzelék, vagy bármit, amit ki akarok üteni, azt beleteszem a mosogatóba, belerakok néhány jégkockát, azért, hogy minél hamarabb kihűljön. A legnagyobb fazék gulyásleves is kihűl, mit tudom én, maximum egy óra alatt, és akkor lezárom, és be azonnal a hűtőszekrénybe. Tehát az a lényeg, hogy ne álljon az elkészült étel, szóval hűtőszekrénybe egy órán áll tovább. És akkor egy hét múlva tökéletes lesz. Természetesen mindent fel kell forralni, mielőtt az ember az asztalra teszi ezt a néhány napos ételt. És ezt nem kell a pasiknak tudni, nem kell a fényekben mindent tudni. Az a lényeg, hogy az étel jó legyen, jó íze legyen, és jól lakjanak tőle. Tök mindegy, hogy azt mikor készítették, ha annak a minősége jó. Miről lehet megismerni a romlott ételt? Ezt mondja meg nekem valaki. Szakás. Kapus. Igen, ez is igaz. Aztán? Színen. Az is a színen. Először is savanyú lesz. Picit erjedt lesz. Attól még nem senkinek nem lesz semmi baj, de azt már nem szabad felkállni. Azt sajnos meg kell dobni.
Most egy okos házi asszony, aki jól meg tudja szervezni a munkát, soha nem adott ki semmit. Mert egyszerűen úgy szervezi az életét, hogy nem kell kidobni. Ha hiszik, ha nem, én előre egy hétre mindig megtervezem, hogy mi legyen a menü, mert úgy vásárolok, illetve ez nem igaz, hogy én úgy vásárolok, mert én egészen másképp vásárolok, mint egy átlag háziasszony, mert én úgy vásárolok, hogy amit meglátok, arra azt gondolom, hogy na, ebből valami biztos ki fog találni, tehát össze-vissza vásárolok. De egy normális átlag háziasszony, annak úgy érdemes vásárolni, ahogy szépen egy hétre előre megtervezi, hogy mit fognak enni, és akkor ahhoz képes vásárol, mert így lehet időt spórolni, mert nem kell minden nap vásárolni. Még bizonyos, úgynevezett friss állat se kell minden nap vásárolni, mert felesleges. Mert az a tej, amit mondjuk ma megveszek, és holnap is vennék egy tejet, az a tej ugyanaz, amit tegnap előtt szállítottak az élelmiszerboltba. Tehát a szabatossági idő mindenre rajta van, tehát én felesleges időpocsékolás, és a munkánál meg nem mindegy, hogy illetve az mindegy, hogy mondjuk megtisztítok egy kiló sárgalépát, vagy megtisztítok csak 25 dekát, az teljesen mindegy, az lehet, hogy 5 perccel több időt veszik énben. De a munka szempontjából, még legközelebb, amikor szükségem lesz rá mondjuk harmadik nap, akkor nem kell újból előtenni, megkucolni személyét be a kukába, hanem gyorsan tudom, már is tudom felhasználni. Minden nap hagymát várni, az botorság. Vagy amikor hagymás ételt készít az ember, általában magyar ételekben majdnem mindegyikben van hagyma. Én iszonyú mennyiségű hagymát használok, nem tudom, hogy mennyit, de én egy héten elhasználok simán 2 kilót. Mert nagyon szeretem a hagymát, nagyon egészséges, és nagyon jó ízt ad mindenféle levesnek, mártásnak, főzeléknek. Na, de nem pucolok minden nap hagymát, mert ezt a szemem nem bírná ki, mert állandóan zokognék tőle. Ezért aztán megpucolok egyszerre 2 kiló hagymát, apróra vágom, 2-3 ötben áll olajon, egy pici sóval megpirítom, amíg üveges lesz, majd szépen üvegbe teszem, befőttes üvegbe teszem. Szorosan, egészen szorosan belenyomkodom a befőttes üvegbe, ráöntök a tetejére 2 evőkanál olaja, bezárom ilyen csavaros tetővel, és beteszem a hűtőszekrénybe. És amikor szükségem van rá, kiveszek belőle 2 kanállal, vagy amennyi kell, és kész. És amíg tartott, még soha nem romlott meg. Ugyanezt szoktam csinálni, például tormát reszelni az egy bűn. Büntetés, köszönöm. Az büntetés. Nekem legalábbis nagyon érzékeny a szemem, és állandóan könnyezik, és ezért aztán azt szoktam csinálni, hogy veszek 2 nagy szál tormát, biztosan valakinek a kertjében ő, a világ legfinomabb mártását lehet belőle készíteni, majd elmondom. Tehát meghámozom a tormát, van egy jó kis éles késő aprítógépen, összevagdosom mondjuk ekkora darabokra, beteszem a gépbe, és addig ütöm velem, keverem, amíg egészen finom nem lesz. És akkor ezt a tormát beteszem egy, akkor szoktam zokogni, amikor be kell tenni a gépből az üvegbe, mert egy pillanat alatt följön az a nagyon erős. De hát az attól finom, soha nem veszek kész ecetes tormát, mert az szörnyű, az tiszta tartósítószer meg műanyag. Szerintem a tormán kívül még más is van benne, hogy mi az örök titok, mert hogy nincs torma íze. Cukor az van benne bőven, de torma íze az nincs. No, szóval beteszem nagyon szorosan több kicsi üvegbe, itt ez a lényeg, hogy kicsi üvegekbe, hogy az üveget ne kelljen többször kinyitni, mint mondjuk 3-4 alkalom. Tehát mondjuk egy virslihez az ember egy kis tormát szeretne, de akkor 2 teáskanál tormát kiveszek az üvegből, visszazárom, és azért kell több kicsi üvegben, hogy ne kapjon levegőt az egész. Most ha tényleg el akarom tenni hosszú időre, akkor alufóliába beszoktam csomagolni az üveget, mert a torna az például az oxigén hatására, tehát a levegő hatására is enzimeződik. De ha már beleteszem az ecetet, az már nem olyan. Az már egészen más. Aztán vannak ilyen praktikák, hogy ne kelljen minden nap ugyanazt a műveletet elvégezni. Például, ha az ember sok krumplit eszik, mondjuk főtt krumplit, mert rakott krumplihoz, vagy amihez főtt krumpli kell, olyan étel ez. Én például megfőzöm a krumplit héjában,
és úgy is hagyom. Csak kihűlt, beteszem szépen a hűtőszekrénybe, és akkor szükségem van, akkor csak meg kell hámozni. Muszáj héjában hagyni, mert ha meghámozom, akkor 2 nap múlva tönkre megy. Ezt már én kipróbáltam, de ha nem hámozom meg, akkor 7 is el van a főtt krumpli a hűtőben. Mekkora hűtőjárat? Ne álljanak el, miután nekem ez foglalkozási alkalom. Ezért nekem őrült nagy hűtőkapacitásom van. Van nekem egy 13 négyzetméteres konyhám, amiben van egy 600 literes hűtő, aminek 400 liter a normál tér része, 200 liter a mély hűtője. Majd a dolgozó szobámban áll egy 2 részes nagy hűtőszekrény, aminek a teteje 100 liter, a fagyaszkója 100 liter, 150 az alsó normál része, majd van még egy 2 részes hűtő az ronda kisebb, és még van egy pici 60 literes, és mindig szívem dolgozik, mert mindig tele van mindennel, mindig. Rengeteg zöldség van, nekem fejtett babtól kezdve a nem is tudok kívülre mit mondani, a kínai zöldségen át minden van ott. Tehát azért mondtam az előbb, hogy én össze-vissza vásárolok, mert amikor meglátok valamit, amire azt gondolom, hogy szükségem lehet rá. És az alkonyagokat azt honnan tetszik beszélni? Hát, helyről vagy? Hát az a helyzet, hogy hát a nagy csarnokba szoktam vásárolni a Budapesten, mert ott van a legnagyobb választék, és van ott egy remek hentes, akivel nagyon jóban vagyok, a legszebb húst adja. Ez nagyon fontos, mert a hússal manapság olyan sokat trükköznek, hogy beáztatják, meg nem tudom, hogy miket csinálnak vele. A lényeg az, hogy a húsnak a 40%-a víz. Most amit én kapok a hentestől, az rendes hús, tehát az nem enged annyi levet. Egyszer nem ott vásároltam, és vendégeket vártam, és vettem egy, hát olyan másfél kilónyi sertés combot, hogy megsütöm, meg is sütöttem, legbelőle kb. 80 deka. A többi az mind szak víz volt alattam. És akkor megfogadtam, hogy soha többé nem veszek ismeretlen helyről húst. De hát ott szóval nagy csendokba szoktam vásárolni. Ezek a hűtők mind tele vannak, ja, és akkor nagyon sok, én az olajos magokat nagyon szerettem, mert rendkívül egészségesek, úgy mint dió, mandula, napraforgó, hántott napraforgó, tökmag, és akkor ebből is van óriási készletem, mert én a kenyeret otthon sütöm, természetesen, és olyan kenyeret sütök, hogy hogy is van, körülbelül 80 dekás lesz a kenyér, vagy 90 dekás, abból kb. 15 dek a mag. Úgyhogy ezért aztán. Tehát mindig mindent összevásárolok, és semmit nem dobok ki. Soha. Mert szépen megnézem mindig, hogy mi van, amit mondjuk fel kell használni, és akkor úgy tervezem meg a heti menüt, hogy az benne legyen. Semmit ne kelljen kidobni, mert nagyon drága az élelmiszer. Önöknek itt biztos könnyebb a kertben, hogyha van kertjük, gondolom, majdnem mindenkinek van, akkor bizonyos dolgokat meg tudnak termelni. Képzeljék el, hogy én veszek egy nagy húsleves adagba való zöldséget, mondjuk egy 8 személyre való húslevesbe zöldséget, hát az legalább kifizetek érte 400-500 forintot. Csak a zöldség. Úgyhogy ez nagyon jó. Hát én olyan házban lakom, ahol nincsen kert és nincs lehetősége, de ha lenne, akkor biztos megtanulnám, hogy hogyan lehet házilag termeszteni. De van egy kis fűszer ládám, amiben szépen megterem a leskám. Ismerik a leskám? Igen. Na, végre valaki ismerik. Tehát, hogy mindig sokszor tudom, hogy mi csodák, mondom, leskám, az mi? Az egy nagyon finom fűszernövény. Akkor szoktam rozmaringot, bazsalikomot, még mit szoktam? Zsázsa? Zsázsát nem, az nem, valami nem marad meg. Nem tudom. Mindig tönkre. Próbálkozom, hogy tönkre menni. Kakukkfüvet is, igen. Úgyhogy mindig mondom, hogy na, akkor most megyünk a kertbe, és leszedjük egy ekkora ládal. De nagyon jó, mert úgy minden benne van, ami éppen kell. Most kérek egy kérdést. Tessék, nyugodtan. Az igazi csoki. Jaj, ő írom. Csoki kérdezik. Nekünk van lehetőségünk termet csinálni, tehát a sárgarépát mi el tudjuk tenni, de a fagyasztóba szerintem nagyon sok házi azt, hogy járt úgy, hogy eltettük a sárgarépát és nincs elvált.
Hogyha fagyosan teszik be a levesbe, akkor tökéletes lesz. Nem, azt nem szabad megvárni, teljesen felengedjen. Tehát amit az ember megfőz, azt nem kell megvárni, hanem úgy fagyosan bele kell dolgozni, így van. Zöldségű vagy főzeléknek is ugyanúgy, hogy levesbe. Akkor csak azt szeretném, hogy tetszett mondani, hogy mindenféle zöldséget vásárol, és akkor úgy este, amikor lefekszik, akkor úgy elgondolja, hogy akkor abból a fűszerből, meg abból a zöldségből azt lehetne, vagy ez hol? Nagyon jó kérdés, és igazából valahol beletapítjuk a lényegén borzalmasan, hogy szalvó vagyok. Én este halálosan elfáradok, 10 órakor már nem élek, elalszom, de kettőkor felébredek, és van, amikor nem tudok is szalvulni, és akkor utam megint. És akkor kezdek agyalni, hogy, és van az ilyen szekrényemben egy kis jegyzetfüzet, meg egy ceruza, meg egy zseblámpa, hogy lezavarjam a férjemet, és hogyha nem írom, tehát akkor mindenfélére gondolok. Tehát én nagyon szeretek enni, szeretem, hogy minél finomabb legyen az étel, ezért aztán mindig ugyanazt az ételt kétszer nem tudom elkészíteni, tehát mindig variálok valamit, és akkor jutnak eszembe, akkor elkezdek gondolkozni, nem tudok aludni, akkor most mit csinálni, föl kell menni, csak nem kellek föl. És akkor elkezdek gondolkozni, hogy most akkor van mondjuk egy nagy kelkáposzta otthon, ezt már föl kéne használni, kéne vele csinálni, és akkor kiagyalom, és leírom, csak egy-egy szót leírok, hogy reggel ne felejtsem el, mert egyébként elfelejteném. És akkor reggel megnézem a papírt, össze van gyűjtve szépen mindig, és akkor megcsinálom azt, amit éjjel kitaláltam, szó szerint. Tényleg. És olajjal vagy zsírral? Ez nagyon jó kérdés, csak olajjal, kizárólag olajjal, igen. És ragadom, következő. Két típusú olaj van. Az egyik olaj az, amivel csak főzni szabad, mindjárt elmondom miért. És van olyan, amiben lehet sütni. Ugye azt tudják, hogy sütni az ember rántott húst vagy krumplit süt olajban, mondjuk napraforgó olajban, ezt még egyszer az olajat nem tanácsos felhasználni. Ugye tudják? Na most az iszonyú drága dolog, hogy az ember vesz egy liter olajat, egy liter olajban megsüti a 6 szelet rántott húst meg a krumplit, és utána mit csinál vele? Kiöntse? Ez nem működik. Illetve nagyon drága mulatság. Igazából van olaj, na most a napraforgó olaj égésfője, vagyis az a hőfok, ami tönkre megy az olajban lévő mindenféle anyag, a 190 fok. Ez a napraforgó olajra vonatkozik. Amikor húst sütünk, akkor legalább 200 fokra felszoktuk az olajat keríteni. Tehát az olaj rögtön tönkre megy az első sütés alkalmával. Ezért olyan olajat tanácsos választani, aminek az égésfője legalább 300 fok. És van ilyen olaj, méghozzá az olívaolaj, de nem, az olívaolajnak is több fajtája van. Azt az olívaolajat érdemes megvenni, amire az van írva, hogy szanza. Tehát abba lehet sütni. Tessék fölírni, akit érdekel. Ez rá van írva. Vagy az olajos üvegen nincs az rajta, hogy extra szűz. Tehát ha nincs, csak annyi van rajta, hogy oliva, olaj, akkor abban lehet sütni. Ha rajta van extra szűz olívaolaj, akkor kár benne sütni, mert olyan értékes anyagok tartalmaz az extra szűz olívaolaj, amit hidegen felhasználva a szervezetünk imádja. Az úgy napi egy evőkanál extra szűz olívaolaj lemarja fölös koleszterint az érfalakon. Ez én magam próbáltam ki, nekem hála a Jóistennek már teljesen szuper a koleszterinem, mert egy éven keresztül minden nap egy evőkanál extra szűz olívaolajat legyártam. Nem olyan szörnyű. Gondolom, hogy ez meglepő, de egyáltalán nem szörnyű, és hogyha az ember egy kis kenyeret belemált egy evőkanálnyi olajba, és úgy eszik, az olaszok egyébként azért egészségesek, mert ezt teszik. Ez az előétel, nagyon sok olasz családban meg ott vendégülünk. Tehát érdemes, de ebben nem szabad sütni, mert azonnal tönteni a benne lévő értékes gyógyászati anyag. Tehát van extra szűz olívaolaj, ami közvetlen fogyasztásra való salátába, hogyha valaki mégis szeretné, akkor az elkészült főzelékbe keverjen bele egy evőkanálba, de ne forrósítsa már be.
Tehát a másik, amiben csak azon élő olívaolaj, vagy az, hogy szalza, ez a szó, abban lehet sütni, mert az 300 fokja felhelyíthető. És az hány alkalommal lehet? Amíg el nem fogy, az nem megy tönkre. Tehát azt nyugodtan használhatják, még úgy is, hogyha már kevés az olaj, utána lehet a frissből tölteni, csak nem szabad a napraforgó olajjal összekeverni, mert akkor semmi értelme nem volt a drága olajnak. Most ez drága, viszont nem kell kiönteni egy grammot se belőle. Másikból meg ki kell önteni az egészet. Na most azért rántott, hogy szeretik úgy gondolni, de ki az, aki nem szeretik. Na, hál' Istennek. És hogy szokták készíteni? Valaki mesélje nekem, hogy hogyan csinálja a rántottit. Ez nagyon fontos dolog. Mert meg tudják, hogy miért. Valaki mondja el. Kikapfog magunk. Igen, mondja, részletesen. Kikapfog, tudom, hogy nem nagyon szabad, innen tudom érzni kérem, mert most akar szétvelem, de én szétvelem. Befőszerezem, besózom. Besózom, igen. Igen, részletes folyásba, rövendőzába, és akkor bele, amikor már próbálom, és morzsát bele, mert kezsek, akkor rakom bele, és fedő alatt sütöm először, és olyan beveszem a fedőt, és akkor én már néha. Puhuljon, hogyha vastag a kongér, és akkor utána átfordítom, és akkor van a kongér. És amikor leszült az olajt, akkor kijönti. Én kijöntem. Na. Szóval a következőt, ha nem akarják, hogy olajszag legyen a lakásban, nem akarnak egy liter olajat kijönteni a szemétbe, akkor a következőt csinálják meg. Én nekem másfél évenben került, mire kikísérleteztem, hogy hogyan lehet a rántott húst úgy megcsinálni, hogy teljesen másképpen. De az végeredmény az ugyanaz. Tökéletesen. Következő módon készül nálam a rántott hús. És egy is, aki evett belőle, azt mondta, hogy eldobja a régi módszert, mert nincsen rá szükség. Először is nem kroppolom ki a hús egyáltalán, mert a húsnedben kifolynak belőle, és már is megy ki belőle a fehér, ami értékes. Meg hát száraz lesz a megsült hús. Nem sózom be, mert ugyanúgy a só kioldja belőle a nedvességet, hanem a tojást sózom meg erősen, beleszórom a fűszereket, amit én mindig szoktam tenni, egy pici fokhagymaport, vagy fokhagymát, borsot, sót a tojásba, rendesen bepanírozom, és most jön a trükk, a lényeg. Egy lapos tányérba beleöntök félteci olajat. Ez a félteci olaj kb. 4 szelet rántott hús sütéséhez elegendő. A húsnak mindkét bepanírozott oldalát megmártam az olajban, tehát egyszerűen belemártam, két villa segítségével megfogom, hagyom lecsöpögni, mert még az is lecsöpög volna. Majd egy nagyon erősen felforrósított, száraz edénybe, száraz, rostamentes, vastag alja, lábasba, vagy serpegében, mert ilyen vastag az alja, biztos van ilyen edényük. Vagy akár hogy hívják ezt a vastagot? Öntött vasegény is jó. Sőt, egy nagyon jó minőségű teflon is megfelel erre a célra. Tehát szárazon felforrósít a tevénybe, beleteszem ezt az olajos, bundázott húst. Beleteszem a forró edénybe, jól oda nyomkodom az edény aljához egy villával, majd lefedem, és várok 3 percet körülbelül. 3 perc alatt ne ijedjenek meg, semmi nem ég oda, ellenben gyönyörű pirosra megsül a hús alja, és saját magától felválik az edény aljából. Ha jó az edény, megfordítom, és akkor már fedő nélkül sütöm tovább. Milyen vastag a hús szeme? Normál. Normál? Amit megszoktak. Egyetlen egy fontos, hogy a hús szeletek vastagsága egyforma legyen. Mondjuk a én csirkecombot is szoktam sütni ezzel a módszerrel, csak ugye, és kitartozom a csirkecombot mindig, hogy ne legyen véres a csont mellett, az nem biztosos. De ott ugye az a helyzet, hogy a csirkecombnak a húsos része egy kicsit ilyen, az egyik része vastagabb. Azzal azt csinálom, hogy bevágom, széthajtom, egy kicsit meglapogatom, és akkor majdnem ugyanolyan vastag lesz, mint a másik része. Szóval a lényeg, hogy fél deci olajba megsül 4 szelet hús. Az ilyen módon sütött hús nem szívja meg magát olajjal, tehát hidegen is fogyasztható, mert nem lesz szivacsos. Mert hogyha nem tudom, hogy szokott-e maradni rántott hús, de az már nem jó.
ha fölmelegíti az ember, azért nem jó, ha nem melegíti föl, akkor meg érezni a morzsában beszívódott olajat. Az nem biztos. Most az így módon megsütött hús másnap föl lehet melegíteni ugyanak tökéletes. Próbálják ki, csak egyszer próbálják ki, soha többé nem fogják a hagyományos módon megsütni. És akkor abszolút nem fűszerezik, csak a tojást, azt jó erősen fűszerezem. Így van. Só, bors, én szoktam sokhagymát, lehet zöld fűszereket beletenni. Kinyitszer. Tessék? Ugyanez, csak az zöldséggel az a helyzet, hogy nem lesz annak ilyen egyenletes az alja. Hát az a lényeg, hogy a hús mindkét oldala, hát a cukinit lehet, a padlizsán nagyon jó, a padlizsát lehet. Mi van még? A tököt lehet, ugyanígy. Hát azt nem. Tehát próbálják meg, egyszer próbálják csak ki, mert van, aki azt mondja, hogy ő ilyet nem hallott meg. Persze nem hallott, én ezt nézve láttam ki. Ez a kerámiában a zsabéliba is lehet forró sütni? Hát, ha föl lehet forrósítani olyan közepes lángra, akkor igen. Tehát csak olyan edény, ami rozsdamentes, vagy felforrósítható száraz. Ez a lényeg, hogy száraz. És volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy ezt nem viszi elő, ezt látni szeretném. Nosza, gyertek el szombat este vendégségbe. És ott sütöttem meg az orruk előtt, és egyszerűen szájuk tátva maradt. Hát 3 perc elég. Hát olyan, pontosan olyan lesz, mint a bőolaj. A legjobban csirkemel, sertés, borda szelet csomagolni. Tehát az legyen, hogy csomagolni legyen. És mondjuk én nem tudom, milyen vastagságú szokták a rántott. Hát mondjuk ennyi. Hát ez normál. Nem az a nagyon rompolt hajszál vékony, mert az nem jó. Hanem olyan normálisan. És 3 perc, hogyha forró az edény, letakarja az ember az első oldalát, akkor az simán átsúl. És akkor meg kell fordítani, és a fedő nélkül a második oldalát. És szuper lesz, és pirosra sül. Szóval olyan lesz, ahogy a nagykönyvben megvan én a rendőrös. Na, ha már itt tartunk, paprikás csirkét hogyan készítik? Kérek szépen. Helyes, mondja, hogy jössz. Ez is úgy friss. Na de, tessék a nevedet, hogy hogyan? Összedarabolva. Igen. Hogy lát, tésztelni, és igen. Én utána szokom elrakni a bós, utána a paprikát, tésztelni, igen. Amikor a sógorsok, esetleg egy kis vörösbor, valamitételik paprikát, szóval is. Jó, akkor most elmondok egy másikat, ami ugyanolyan hagyományos ízű, de teljesen zsíres víz nélkül készül. És tökéletes lesz. Ez megint ugyanaz a haverom, aki mondta, hogy nem iszi a rántott húst, mondtam, akkor gyere, és akkor meg is kaptam neki még ezt a paprikás csirkét is, meg mondtam, hogy egy fáradtsággal legyen meggyőzve. Szóval, én a következőképpen készítem a paprikás csirkét. Hát természetesen a húst feldarabolom, én ki szoktam csontozni azt is, mert combból, mellből szoktam, hogy szárnyat, azt nyilván nem csontozom ki. És szépen a húsdarabokat előkészítem, felforrósítok egy száraz edényt, megint csak ugyanezt a rozsdamentes vastagaljú edényt. Amikor forró, akkor belerakom minden nélkül csak a húsdarabokat. Kinek mi a gusztusa lehet bőrrel, aki lesz, nem szereti, az szedje be a csirke bőrét. Az a lényeg, hogy a hús ugyanúgy, ahogy az előbb a rántottusnál, belenyomkodom a serpenyőbe. Jó villával nem fog leégni. Tuti, körülbelül 3 perc múlva felválik, nem is kell 3, 2 perc múlva, felválik az edény aljáról, megfordítom másik oldalára. Mikor megfordítottam, akkor már nem csinálok vele semmit, ellenben rázudítok. Két nagy fej hagymát, felszeletelt zöld paprikát, 2 paradicsomot, 2 gerez zúzott fokhagymát, piros paprikát, egy kicsit elkeverem, de nem nyúlok a húshoz, csak épp annyira keverem, hogy a zöldséget keveredjen a piros paprika, hogy lefedem és elmegyek a szobába. Takarékra, bocsánat, azt elfekedtem mondani, hogy takarékra leveszem a lángot. Ez alatt. Elmegyek a szobába.
Még véletlenül is maradok kint a konyhában, mert nem bírom megállni, hogy ne emeljen fel a fedőt, viszont ezt nem szabad. Nem szabad felemelni a fedőt. 25 perc múlva kimegyek a konyhában, készen van a paprikás csipke. Felemelem a fedőt, és ha hiszik, hanem ilyen magas, vastag szalagja van. Ugyanis a hagyma, a zöld paprika, a paradicsom, a csirke is nagyon sok vizet tartalmaz, és ha az ember nem emelgeti a fedőt, akkor nem tud elpárologni a levet, és utána nincs benne, nincs vízzel felhigítva, sokkal finomabb az íze. Ja, hát a sót azt ugye elfelejtettem mondani, de hát az értelemszerű. Próbálják ki ezt is, nem fogják megbánni. Annyira finom, egészen más, sokkal finomabb, intenzívebb az íze, mint az hagyományosan zsírban pirított hagymás változatnál. Próbálják ki. Tényleg, egészen más íze van. Na, akkor miről mit szeretnél meghallani? Ez érdekelne, hogy szakácskönyvíró nagyon megnézi a tévében esetleg a főzős műsorokat. Vagy jónak találja ezt a rohadó top 15 perc alatt, és már az asztalon is természetesen megnézem, mert hát 100 embernek az új dolgokat megismernie. Van néhány kedvencem a külföldi szakácsok közül, és ha megkérdezik, hogy ki, akkor már is mondom, hogy a Gordon Ramsay, a Jamie Oliver, és egy más kategória a Nigella. Az egy teljesen más kategória, de azt is nagyon kedvelem. A magyar filmeket nem kedvelem, mert borzalmasan főznek. Úgy főznek, hogy piszkosan. Én olyat láttam, akkor felhűvöltöttem, és azóta nem nézem meg, hogy a szakács egy teszkán földarabolja a húst, a nyers húst, majd ráteszi a hagymát, azt is földarabolja, majd elvégzi, amit el kell végezni. Nem mossa el a deszkát, hanem egy konyhorúhával, amit látom rajta, hogy az iszony használ, letörli ezt a maszatot róla, majd felvágja a megsütött húst ezen a deszkán. Hát aki életében még nem főzött, egy fiatal, mondjuk kezdve áziasszony, az nem fogja tudni, hogy meg kell mosni, hogy fertőzzön lehet a nyers hús, és utána a sült hús, borzalmas, hogy főznek. Elkeserítő. És már egyszer szóltam, semmi, kit érdekel. Nem érdekli őket, ez az egyik nagy hiba a magyar filmeknél. A másik meg, hogy a külföldi filmeknél a fordító, az valami katasztrófa. A fordító életében nem főzött meg egyetlen ételt sem, és akkor azt fordítja nekem, látom a képet. Azt írja, hogy azt mondja, hogy most megpirítja a szakácsa, nem tudom mit, és azt láttam, hogy a szakács belelönt egy csomó folyadékot a serpenyő, az nem pirítás, az párolás. Tehát fogalma nincs a gasztronómia szakmáról, a nyelvről, amihez tartozik, és akkor is sikoltozom, úgyhogy én már ezeket meg sem érzem. Én az attól kapok fel ezt, hogy megveszik ezeket a drága alapanyagokat, és akkor látszik, hogy még a negyed része ott van az erőben. Na most ez a másik, hogy viszonyú pazarlás, de ez nem magyar probléma, hanem ez a világszerte, ahol az embereknek az életszínvonaluk magasabb. Megengedik maguknak, hogy ott hagyják az ebénybe, hogy elmossák a nem tudom mennyit. Mi meg szépen kitakarítjuk a lábas. Hát ez már más dolog. Szóval én, hogy az idő, hát azt tudni kell, én is csináltam már ilyen videófilmet, azt tudni kell, hogy mindent előkészít valaki. Nem a szakács fogja ottan megpucolni a krumplit, mert az csak nagyon, az nagyon ronda látvány. Tehát az nem egy gusztusos dolog. Mindent előkészítenek, és akkor fázisonként csinálják a filmet, akkor a csalás van benne, hogy ez nem igaz. És az, hogy 15 perc, a Jamie 15 perces kajáját, az se igaz természetesen. Hát amit az ember előkészíti a nyersanyagot az asztal, előveszi a szükséges eszközöket, fölköti a kötényt magának, a kötényt. Hát az legalább 10 perc. Mire fölszól egy lábas víz, az Magyarországon 8 perc. Én ezt tudom, mert gyakorló módon látom. Tehát ez kell. Ha oda van készítve nekem az asztalra minden,
és tényleg csak annyi, hogy gyors forralommal, fölforralommal a vizet, és mondjuk beledobálom a zöldséget, lehet, hogy 10 perc alatt megfő, de ez kamu. De akkor értéktelennek is tartja ezeket az ételeket? Nem, szó nincs róla. Nagyon-nagyon jó ötleteket lehet találni. Egyébként a legjobb a JVM-ben, az messze magasan a legjobb szakács szerintem ma a világon. Az annyira kreatív, az a pasas, és olyan showman, és csodásan beszél. És beszél, miközben jár a kezel, tehát nem úgy, hogy most beszélek is, hogy a vízé, nem sem semmit. Az, és nagyon jó ötletei vannak, és szereti a természetes dolgokat. Őt azért szeretem, mert zseniális a fickó, megcsinálta saját magát, megcsinálta a nem tudom, hát azt hiszem, hogy a világon az első 100-ban benne van. Olyan gazdag lett, van vagy 23 étterme. De ő csinálta, tehát nem arról az, hogy apuka vette neki, hanem ezt ő csinálta. És az, hogy fiatal ember, hogy vannak ötletei, hogy jó dolgokat akar, hogy egészséges, ez nagyon pozitív. A másik kedvencem a Gordon Ramsay, az meg másért. Az meg egy zseniális fickó, akinek én olvastam az élet történetét, és nagyon mélyben indult, nagyon szegény volt, és félárva volt, és mindenki csak tolta magától a gyereket, nem volt normális otthona, alkoholista apja volt, verte az apja, szörnyű élete volt, és azt becsülöm benne, hogy fölküzdötte magát segítség nélkül csak a saját erejéből. Zseniális pasas egyébként. Nagyon durva, de ez túl van ám játszva. Tehát ő valójában nem ennyire. Jó, hát egy pattogós ember, aki vezetésre termett, arra született. Hát ez egy igazi vezetői stílus, ahogyan ő dolgozik, de viszont ő is tud dolgozni, tehát nem csak utasítja a beosztottjait, hanem dolgozik. Nagyon jó szakács. Volt olyan szerencsém, hogy ehettem egy éttermében, Londonban, hát Isten volt olyan. Fantasztikus volt. Van türelme, és nagyon jól tud vezetni. Ugye nekünk is van egy halom étterme, egy csomó Michelin csillagos kitüntetési étterme, nehogy azt gondolják, hogy ő minden étteremben ott főz. Ő kitanítja, megtanítja az ő szakácsait. És abban van a legnagyobb ereje, ennek a pasasnak, hogy meg tudta tanítani azt, amit ő tudott. Tehát át tudta adni valakinek. Mert hiába tudok én főzni, ha nem tudom átadni a tudásomat. Akkor azzal, hogy én kimerülök, mert olyan nincs, hogy az ember minden éttermében ott dolgozik. Csak meg tudtam mutatni, és nagyon jól tud ellenőrizni. Hát őt is nagyon-nagyon tisztelem, tényleg tisztelem. Mondhatni példaképpen meg is tekintettem már régen. És akkor van a harmadik kategória, a Nigella, az pedig egy zseniális háziasszony, aki soha életében nem tanulta a szakmát, viszont ráérzett dolgokra, imád enni, imád főzni, szereti a családját, és van zseniális ötletei van többen ez a helyzet véle. De most akkor a csokoládékrémet már használja be, mert hogy már nagyon kérted. Attól függ, hogy mire használja a csokoládékrémet. Torta töltésre, vagy úgy eszeget. Tehát úgy eszeg. Torta töltésre. Na most ugye azt tudják, hogy a vajas krém az már nem igazán menő. Nagyon egészségtelen, mert nagyon sok vaj kell. Hát egy tortához, ha az ember be is akarja vonni a tetejét, akkor az legalább kell egy fél kiló vaj. Meg legalább 40 dek a cukor. Az abszolút korszerűtlen. Ilyet ma már nem nagyon csinálnak, csak néhány cukrászdában. És amikor ilyet megkóstolok, akkor bevallom ezt, hogy ki is szoktam kötni, mert nem tudom lenyelni, mert annyira nem gerjük, tömény. Viszont van egy isteni olyan recept, ami tejszínes. Na, következő. Felverek tejszínagot. Hát mondjuk 5 deci tejszín, nem kell cukor bele semmi. Felolvasztok legalább egy két tábla ért csokoládét, tehát keserű csokoládét, úgyhogy egy olyan 8 dekányi vajjal, nem kell több, csak ennyi.
Úgy tesszük. Ez ilyen gőzfölött? Úgy én úgy szoktam, hogy meleg, van egy lábos, amiben van víz alul. És arra ráteszek egy kis ilyen kis habüstöt, és ott szépen minden, vagy mikróba is föl lehet az kicsit. Jó, igen. És két evőkanál vizet szoktam ezzel hozzáönteni, hogy a csokoládé folyós legyen. És akkor annyi cukrot teszek bele, hogy a csokoládét édesnek érezzem. De lehet túl édesnek. Na most akkor egy másik edényben, nem tudom, rumos megyük szokott-e otthon lenni, befőtt. Akinek nincs, a sima megyefőt is tökéletes, azt úgy szoktam rumos megyé varázsolni, hogy leszűröm a befőttet a levéttől, majd ráadjuk egy kis rumot és hagyom állni. Ilyen egyszerű az egész, de csak magozott megyőhet számításba természetesen. És akkor, amikor a csokoládé már majdnem kihűlt, de még nem dermedt meg, akkor a tejszínnak a szép, óvatosan beleforgatom ezt a vajas cukros csokoládét, majd legvégül beleforgatom a megyet, ezt a rumos megyet. Na most, hogyha a tortát nem aznap fogják megenni, hanem mondjuk két nap múlva, akkor érdemes egy pici zselatint belekeverni, hogy ne zuhanyjon össze a tejszínnak. A piskótát, nem tudom, megsütik, vagy megveszik készen, vagy megsütik, azt legalább három napba érdemes vágni, és akkor megkenni szépen a közepet ezzel a krémmel, úgyhogy a tetejére is maradjon, és akkor lehet ilyen csokoládi forgáccsal megszórni, vagy meggyel kirakni, teljesen mindegy. Az a minden. Pillanat. Egy evőkanál zselatint tegyen bele egy deci tejbe, hagyja egy kicsit, hogy felázzon, vagy egészen kis lángon addig kell keveretni, amíg teljesen folyamódódik a zselatin a tejben. És ezt kell akkor ez a krémhez még hozzáforgatni, és rögtön megkenni vele a lapot, mert hamar meg fog kötni. Na most én minden krémbe vagy süteménybe, amiben cukor kerül, teszek egy pici sót is, mert az kiegyenlíti az ízeket, úgyhogy ezt mondom, nem is kell mondanom. Úgyhogy ezt például nagyon szeretik az én család tagjai, meg a vendégek ezt a csokoládé musznak nevezett. Ez olyan, mint egy csap. Hát főzött tejszínt azt el kell felejteni, mert ezt nem lehet fölvenni. Hát, az az igazság, hogy Magyarországon nincsen jó tejszín. Ausztriában van egy 40% zsírtartalmú tejszín, egy perc alatt kőkemény van ez belőle, és nem is zuhan szét. Na most Magyarországon elvileg 30% a zsírtartalma a tejszínnek, de valójában még 28 sincs. Úgyhogy ezért nagyon nehéz felvenni, sokáig tart felvenni. És ezért tanácsos beletenni, vagy ezt a habfixet, lehet kapni egy kis, nem is kell zselatén, akkor tegyenek habfixet, mert ezt jól össze lehet vegyíteni a tejszínnel, vagy a tejszín habbal. És akkor nem kell zselatén, mert azon elég lehizmányú. Úgyhogy vettem egy májkonzervet, valaki megkért, mert én magamnak ilyet nem szoktam venni, és elolvastam, mi van rajta. Mert mondjam. Nem eljön a konzertjárat. Akkor tetszik tudni, hogy mi van. Igen. Azt mondja, ipari szalonna, kötőszöveti állomány, ez volt ráírva a dobozra, majd megállítottam. Kötőszöveti állomány, tartósítószer, legalább 8E jelzésű műanyag, vegyi anyag, és mondom, és hol a máj? Jó, és iszfokozó. És egy grommány nem volt a máj, ilyen kis májkerében. Meg a vagdalt hús, jaj, álmomban eljön el. Úgyhogy ilyeneket nem szabad lenni. Mit? Mondom. Kérem szépen, lehet csinálni tojáskrémet. Mondok egy csomó ilyet, ami pillanatokat, mert megfőz három tojást, tesz bele mustárt, hagymát, fokhagymát, pici vajat, nem margarint, a margarinon meg igen esélyek, csak vajat, vagy libazsírt, ha van véletlenül. Aztán, mit mondtam, mustár, igen, bors, só, össze,
összedarabolja, megeszedi az ember a tojást, vagy beteszi az aprítóba az egészet, mindenest, hogy pillanatokat egy finom krém lesz, ez szendvics krém. Ezt rá lehet kenni a kenyérre. Aztán. Az, szuper, minden. Lehetetes, ez minket. Nagyon jó. Díjazom. Szuper. Például, akkor lehet, én szoktam otthon májpástékomat készíteni, következő módon. Egy olyan 25 dekányi csirkemájat beledobok forrásban lévő ilyen picike vízbe, vagy még azt sem, hanem a mikróba beteszem a májat, letakarom egy fóliába nekünk, mert takaríthatom utána a mikrót. Egy pár percig mikrózom, látom, hogy már fehér kész, az azt jelenti, hogy már megfőtt. És akkor megy az aprítóba, a hagymával, vajjal, mustárral, bármilyen fűszerrel, amit szeretne, kész az isteni májkrém. És tudja, hogy mi van benne. Hát nincs benne műanyag. Akkor szoktam sajtkrémet, mindenféle sajt, nekem nagyon sok sajtom van, mindig otthon nagyon szereti a családunk a sajtot, és mindenféle variációban van otthon. És ha van egy ilyen kis sajt, végén soha nem dobom el, hanem beteszem egy aerozacskóba, amelyik ütőben, összegyűjtögetem. És a legjobb, hogy melyik ütőben nem szárad ki. És akkor ha összegyűlt egy ilyen marékra való, akkor az egészet megreszelem, összekeverem, és akkor az előbb mondott módon, csak a fantázia szakadhat át. Nagyon finom kérleket szoktam gyártani, a körözött módja, azt nem kell mondanom, azt ismerik. Úgyhogy margarin. Ki szokott margarint venni? Mindenki. És miért ez? Vagy mivel? Na most akkor elmondom a következőt. Gondoljam bele, elvileg a margarin növényi olaj, igaz? Hát abból készül. És a növényi, az olaj, az ugye folyik. A margarin szerepelhető. Mit kell ahhoz csinálni az olajjal, hogy vágható állományú, szilárd készítmény legyen? Fizikai és kémiai behatásnak vetik alá. Iszonyú káros. Egyszerűen káros. És amikor azt mondják, hogy vajízű margarin, hát egyszerűen megőrülök tőle. Ezt azért találták ki, hogy a drága vaj helyett legyen az embereknek egy olcsó alternatíva. De akkor inkább disznózsit használják. Szóval semmiképpen ne használják a margarin. Iszonyú káros. Szóval margarin kimondottan veszélyes és káros. Igaz, hogy a vaj drágább, de nem kell vastagon kenni, vagy nem kell sokat használni benne, de az a vajnak a koleszterin emelő hatása, mert ugye azt mondták annak idején, hogy azért együnk margarin, mert hogy abban nincsen állati fehérje, mert állati zsirodék, mert az állati zsirodék az káros, mert hogy az fölemeli a koleszterin szintjüket. Hát ez nem igaz. Nem igaz. Hogyha ez ugyanolyan hita, mint a mikró meg a villany tűzhely, vagy a villany főzés. Ez ugyanaz a hita. Egyik cég megirigli a másiknak a sikerét, egyik lobby erősebb, mint a másik, és akkor kitalálnak minden. Most már kezdik a margarint eliminálni. Tehát nem olcsó, de kevés kell belőle. Kevés kell. Nem kell vastagon megkenni a kenyeret. És nagyon sokan a süteménytörtelékeket margarinnal készítik meg. Az, hogy sütnek vele, az nem szabad. Nem szabad. Így van. Inkább zsidat. Mert az kevésbé... Az legalább így szükségünk. Pontosan is nem rakom bele semmilyen oltószer. Szeretném kérdezni, azt hallottam, hogy a mikró kémiai hatásokon keresztül melegít. Mi az önállás? Ez nem így van. A mikró az egyik legjobb segítő társa az a háziasszonyoknak. Én magam használom 1986 óta, amikor Magyarországon nem is lehetett kapni. A Quellen csomagküldő szolgálattól rendeltem Ausztriából, mert itt kint voltam Amerikában, és teljesen beleszerettem a mikróba, és akkor mondtam, hogy nekem muszáj. Hát a foglalkozásomból adódóan minden újdonság érdekelt, és láttam, hogy hogyan, mit csinálnak velem, a segítségével, és akkor nekem is lett. És aztán én lettem a Whirlpool cégnek a
a háziasszony a mikrosítőimben, amikor bejött ide a cég, és hozták a mikrolyukat, úgyhogy én mindent tudok a mikróról, amit csak el lehet képzelni, és én magam próbáltam ki az összes receptet, amit aztán szakácskönyv formájában meg is írtam, és aki vett olyan Whirlpool mikrót, az kap, meg is kapta a szakácskönyvemet hozzá. És egy szuper dolog, semmilyen kémiai behatás nincs, hát hiszen elektromos az egész. Elektromágneses hullámok puhítják fel tulajdonképpen a nyersanyagban lévő rosszokat. Semmilyen kémiai behatás nem éri az ételt. Azt szokták mondani, azt szokták felhozni negatív példaként, hogy mert hogy ezekről a hullámoktól rákot lehet kapni. Na most, ki az a háziasszony, aki bedugja a fejét a mikrosütőbe? Ugyanis akkor valóban veszélyes, hogyha valaki bedugná a fejét oda. Na de hát el se indul a mikrosütő, ha nincs becsukva az ajtaja. Ha valaki nem tud, ha valakinek régi a mikrója, és szeretne meggyőződni arról, hogy jól zárja az ajtó, akkor van ilyen lehetőség, hogy megnézik műszerre, hogy kiszökik-e belőle a mikrohullám vagy sem. De hát ez képtelenség, ha kiszökne, akkor nem indul el. Voltam Svédországban, ahol gyártották ezeket a mikrókat, és láttam a folyamatot, ahogyan ellenőrzik, teljességgel lehetetlen, hogy valaki ettől rákbetegséget kapjon, én magam 86-ot használom. Most mennyit írom? 2013-at. És soha semmi, az égvilágon semmi bajom nem volt. És a mikrót nem csak melegítésre használom, mondom önök majdnem, hogy csak arra, az, hanem én főzök benne, például a fagyasztott zöldségnél, ha már fagyasztott zöldségnél tartunk, mondjuk van egy zacskó, ilyen fagyasztott legyen zöldség, vagy egy karfiol, vagy brokkoli, beteszem egy génaiba, fagyasztott állapotban, tehát fagyos állapotban, megsózom, rászórok két evőkanál aprított petrezselymet, esetleg egy icipici vajat vagy olajat beteszem, és 6 perc múlva a 45-ek a zöldség készen. És isteni, nem kell víz se hozzá. Mert ugye a fagyasztott zöldség enged magából egy kevés levet, ami tökéletesen elegendő ahhoz, hogy nagyon jól megpárolja. És én éjjel-nappal használom szinte. Úgyhogy nem tudom, elég kielégítő volt a válasz, de semmi problémát nem volt, tessék nyugodtan használni. Kérdés? Én kérdés. Igen. A karácsony. Igen. A halászfejben hogy nem főzték a hal? Igen. Hát úgy nem. Bocsánat, de én hallottam, van, aki azt mondja, hogy egy óra hosszáig főzik. Micsoda? És azt mondja, hogy nem főzték, és én ezt képzelni. Szóval igen, a halászfej kettőbe kell gondolni. Van egy alapfej. Na azt lehet kezdeni. Én azt másfél olajt főzöm. Nagyon erős lábbal, rengeteg hagymával, piros paprikával, paradicsommal, zöld paprikával. Kész az alaplé, akkor én át szoktam faszírozni, nem mindenki faszírozzák. És akkor a második része, amikor fogyasztás előtt közvetlenül felforralom ezt az alaplevet, előtte a halat filézem és szeretekre vágom, besózom. Előfordult már, hogyha láttam, hogy a halnak a konzisztenciája nem nagyon kemény, hanem inkább olyan puha, akkor egy pici citromlevet, egy ecetet szoktam rácsöppenteni. És beleteszem a forrásban lévő hal alaplébe, és hozzá nem nyúlok. És körülbelül 6 perc alatt elkészül, és kész. Nem megy szél. Nem megy szél. Tényleg nem megy szél. A következőtől elmondom, mitől repetszik. Attól repetszik, hogy az ember túl sok tölteléket tesz bele, illetve a töltelék túl nedves. Mondjuk, ha kicsit több tej került bele a mákosba, és a gőz feszíti szét. Én azt tudtam csinálni, bevallom, jaj, hát ezt is el kell is csinálni. Egyszer vendégeket vártam, és borzasztó izgatott voltam, és sütöttem egy csomó belegét. És az egyik tepsit kiszedtem a sütőből, és döbbenten láttam, hogy az egész szép ment. Megöltett,
és lett belőle egy ilyen kanállal, csak kanállal, kivehető kanállal ehető valami. Minden pedig ide földi jó benne volt. Ami kell, pirsalmasak, mazsola, alma, máv, minden. Ó, mondom, mit csinál a te jó Isten? Na és ilyenkor van a kreativitás. Abban a percben eszembe jutott, hogy mindjárt főzök egy pudingot. Csináltam egy vanília pudingot. A tepsi, kiseszedtem a tepsiből ezt a meg, rálocsoltam a pudingot, majd teleraktam gyümölcsel a tetejébe. És szépen hagytam, hogy kiüljön, meg a ütőben megdermesztettem, és akkor jött a desszert, és akkor mondtam, hogy figyeljetek ide, itt egy teljesen új dolog. és akkor kanál. Az egész ugye elég szilárd van az állapotú lett, mert a pudig összefogtam, és meghűlt, kihűlt, és fogtam egy rendes merőkanalat, és szépen merőkanállal négy ilyen kis galuskát tettem a tányérba. És mindenki oda volt, hogy ez isteni finom, hát persze, hogy finom, hát minden jó földi jó benne volt. És nem mondtam, hogy beengé, csak mondtam, hogy ez egy mit, már nem tudom, hogy neveztem el a sütemény. De lényeg az, hogy azóta is emlegetik, és mondják, hogy csinálj már olyan. Kénytelen leszek, hogy valami ilyesmit mondják valami. Úgyhogy, tehát ha kevesebb tölteléket tesz bele, lehet a tészta bármilyen vékony, csak kevés töltelék kerüljön bele, akkor még nem mondom, hogy nem helyzet. Én azt szeretem, amikor nem is látszik a tészta, csak tiszta töltelék. Tudják-e, hogy a Mákos Bejgyi mitől maradszak? Mert ugye az átadó hamar ki szokott szállodni. Hát ha beleveszel meg két almát a mák töltelékbe, azt tudja, hogy az olyan szaktos marad, és addig én a diósba is szoktam tenni, és akkor még két hét múlva sem szállod ki, de fölvágod sem. Tudják, hogy meddig lehet a bejűt eltenni? Húsvétig, de még tovább, mert ha megeszik, akkor persze már nincsen, de a mélyhűtőben szinte korlátlan egy évig. Semmi baja nem lesz. Be kell, mikor megsült és kihűlt, akkor be kell csomagolni egy foltakba, de nem az alufóliában, mert ez beengedi a levegőt, hanem szorosan több rétegben foltakba, és ha beteszi a normál ütőtérbe, akkor ott tuti, hogy két hónapig eláll ütés nélkül. Vagy aztán, hogyha véletlenül el akarja tenni, jaj, te Jóisten, a lábuszkám az abban, bocsánat. Hogyha el akarja tenni az ember a fagyasztóba, egyszer ezt úgy jöttem rá, hogy karácsonykor 14 jól bejött keresőségben a családban mindenkinek, ezt volt a hóhajuk, és maradt két rúd, és már rá nem tudtam nézni, már nagyon utáltam, meguntam, és fogtam, hogy berakom a mélyütőbe, de nekem elég sok ütő, elfelejtettem teljesen kinek a fejlődő. És egyszer ütőtakarításkor nézem, te jó Isten, mi ez a két rúd? És rá volt írva a dátum, mindenki ráírok, hogy tudjam. Hú, mondom, és a húsvét jött egy-két nap múlva, és mondom, te jó Isten, nem fog sütni. Hát te jó, itt van két rúdbegye, ezek pont elég lesz. És kivettem előző nap a fagyasztóból, tökéletes volt. Tökéletes volt. És először tojással kell, utána fegyénye, hogy már sajnos legyen. Igen. És szóval jön és éthetem. Igen, az úgy sem, hogy előbb megkenem a tetejét, kiteszem hüzeket. Visszahúzom egy fél órából, megint megkenem a tetejét, megint kiteszem hüzeket. És akkor utána viszem csak sütőbe. Hát az a lényeg, hogy ha ideg egy kicsit úgy rádermeszti, rászállítja. Igen. Rászállítja. Hát csak azért jó. De én tudom, hogy van egy trükk, ezt nem tudom mondjam, hogy meg, nem baj, ha megöltem. A következőt csinálják. Amikor ott a tepsibe, és ott van mondjuk négy rúd, általán négyféle, és megrepet. De a tepsi kitölti a négy rúd. Fogok egy két darab kést. A két késsel szépen, nagyon lassan, óvatosan kezdem szorítani össze. Addig, amíg a repedés szinte nem tűnik. És biztos, hogy így
ez elfogadható, tehát nem fog meglepedni utána. Viszontlátás. Köszönöm szépen, hogy eljött magával. Úgyhogy ezt szoktam csinálni, szépen össze lehet nyomni, és akkor ha úgy egy kicsit még úgy fogom, egy pár percig, és akkor eltűnik az a repedés. Meg, hogyha az ember felszeretek, akkor a felszeretek. De nem szabad ám leporcukrozni. Ez a halála. Mert úgyis édes, és akkor már ehetetlen édes lesz. Kérdés? Jaj, kedvencem. Elmondom. Elmondom. Lehet macesz lisztet is használni hozzá, vagy lap maceszt. A macesz liszt annyiból egyszerű, hogy ezt már ugye összetörténk. Tehát hiszen... Mindegy. Lehet kapni egy ilyen zöld papír dobozban pászka az van állítva. Ilyen lapokból áll. Én azt szerettem a legjobban. A pászka? Igen. Azt kell vele csinálni, hogy beteszi egy konyhaznába becsavarja a lapokat, és ráüt egy kis húslapfolóval, hogy darabos legyen, tehát hogy szép törjön. Az a lényeg, hogy szép, jól szép törjön. Vagy beteszi a valami daráló, zsemledaráló, valami ilyesmibe is megdarálja. Tehát az a lényeg, hogy darabos legyen, apró darabos. Na most, az a baj, hogy ezt dekára nem tudom pontosan megmondani. Nem mondja elég. Jó, tehát az a lényeg, hogy legalább 3 tojást felverek, jó habosra, abba beleteszek 2 evőkben álló zsírt, vagy olívaolajat. Egy csokor finomra vágott petrezselyem zöldet, egy csapott teáskanál sót, egy munkáskanál törőborsot, az nagyon fontos, és most jön a lényeg, friss kis gyömbérdarabot, amit megresztelek. Én frisset szoktam használni, de ha gyömbérbor van, akkor abban jó sót kell. Mert az egy kicsit, ilyen friss gyömbér az szuper hozzá. És akkor annyi macesz darát öntök bele, mindjárt gondolkozom egy pillanat, nem mondjuk hülyeséget, körülbelül 4 vagy 5 evőkanállal, nem kell több, ebben a 3 tojás. Ezt nagyon alaposan összekeverem, ennek az állaga olyan lesz, hogy majdnem folyik. A tojást és az... Nem, semmi, a villával, semmi, magyarul a tojásba, az összesített tojásba, beleszólom ezt a lisztet, ezt a macesz lisztelnek nevezem, macesz darát. Jól összekeverem egy villával, befedem egy fóliával, és legalább egy napra beteszem a hűtőszekrénybe. Ugyanis az a lényeg, hogy ez a száraz macesz felszívja a tojásnak az összes nedvességét. És akkor másnap, amikor látom, hogy olyan, hogy már per gombócokat formálni, akkor tökéletesen jó. Ha hív másnapra is, akkor besegítek egy pici teáskanálnyi lisztel. Akkor miért most, hogy van az állagát? Tehát hogy jó? Túlogombóc. Körülbelül. Én azt szoktam, van, aki ilyen nagy macesz gombócot csinál, én ilyen aprókat szoktam, ilyen egész piciket a húslevesbe. És akkor meg nedves kézzel megformázom a gombócot, forrás. Semmi. Nedves kézzel, vagy olajos kézzel. Nem, külön kell, hogy a leves ne legyen zavaros tőle. Külön egy kis sós léme, vagy nekem mindig van otthon ilyen csirke alaplé, meg zöldség alaplé, sokat főzök ilyet. Tehát valami ilyen lébe megfőzöm, körülbelül belopobálom ezt az apró gombócokat, és nagyon lassú forrásra, kb. 13-14 perc. Megtagadnak duplájára. És akkor szépen, amikor megfőd, egyet-ketté válok, hogy lássam, hogy benne milyen úgy van, és akkor leszűröm, és beleteszem külön egy kis élaitába. Tehát nem teszem bele a levesbe, csak akkor, hogyha aznap mindjárt el is fogyasztjuk. És akkor, hogyha nem fogyasztjuk el, aznap akkor a tányérba veszetem, berakom a gombócot, hogy rámerem a forró levest. Ennyi. Igen, hogy jól szívja meg magát, hogy ne legyen, ne folyjon a tojás, de ne legyen száraz a macesz sem. Ez nagyon finom. Na, szóval én úgy csinálom, hogy fél kiló,
fejútoló, akkor ehhez van 3 evőkanál húzadara, csak 3 evőkanál, 2 evőkanál liszt, 2 tojás, 1 teáskanál só, 1 teáskanál cukor, és elvágták volna. Ezt összekeverem, előző este megint csak, reggel ott a tökéletesen szilárd állapotú maszka. Na most én nem vízbe főzöm, hanem gőzben. Szépen, hát sokkal jobb, ugyanis nem rugozódik ki a vízben az íz. Minden ott marad, minden. Van egy jó nagy edényem, abba beleöntök ennyi vizet, rátettem, van egy szűrőfazék, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy egy szűrő legyen. A szűrőt beolajozom ki belülről, hogyha ráteszem a gombócot, akkor ne ragadjon rá. Szépen egymás mellé rakom a gombócokat, de ügyelek arra, hogy maradjon a gombócok között jó sok hely, mert nagyon megnő. És ha nem hagyok helyet, akkor nem tud szegény megnőni. És akkor gőzben megfőzöm, szépen ráteszem a fedőt, 8-10 perc maximum, de felemel a fedőt, és beleszúrok egy villát egy gombócba, és látom, ha nem ragad rá a villára a massza, akkor az megfőzik. És akkor szépen alányulok óvatosan egy lapáttal, kiszedem, pirítok külön vajas morzsát, nagyon keveset, csak éppen hogy, és azt szoktam csinálni néha, hogyha van kedvem, hogy nagyon, ha van sárga darackot, éppen otthon nyáron, akkor egy fél sárga darackot beletöltök ezekbe a gombócokba, és úgy teszem rá a szűrőre, hát ez valami isteni. És akkor egy kis ilyen sárga darackból készítek egy mártást, illetve hát egy ilyen sűrű, összekörmixolt sárga darack levet tulajdonképpen. És hogyha ünnepi alkalommal a kis barackpálinkát belekeverek a szózba, és azt szépen ráloncsolom, isteni. Mire szokták aztán a lekvárt otthon, amit eltesznek? Szoktak lekvárba főzni? Igen. És mennyi cukrot raknak bele? Kérdés. Na, szóval mire szokták aztán a lekvárt? Hát egy isteni desszertet lehet csinálni például, egy kevés tejintúró, egy kis lekvár, egy kis tejszínhab, vagy egy kis tejföl. Ez egy szuper, az szuper, szuper film, ez egy nagyon gyors és olcsó recept, vagy egy desszert tulajdonképpen. Aztán rakott tésztát ismeriket. Egy réteg. Tehát tészta, utána mák, utána lekvár, tészta, dió, stb. A vége az egy tojással elkevett tejföl, amiben lekvárt teszünk, ezt rákerem a tetejére, és beteszem a sütőbe. Isten. És ha van otthon lekvár, akkor és tészta általában majdnem minden háztartásban van, akkor ez egy nagyon, nagyon egyszerű, nagyon olcsó és viszonylag gyorsabb. Az olcsóságról jut eszembe, hogy mire szokták használni a karolábét? Semmi. Le kell eszelni egy jó nagy karalábét, összekeverni tojással, egy kevés tört krumplival, vagy krumplipürével. Tehát egy sűrű olyan legyen, mint a tócsné. Jó sok petrezselyen zöldvel, sóval, borssal, és megsütni ilyen kis tenyeri darabokban. Egy teflonban. Igen, a cukrot is szokat ilyen szemben. Ugyanígy. Aztán lehet karalábos salátát ismeri valaki. Megveszem a karalábot, egy picit meg kell sózni, készíteni egy ecetes, olajos, mustáros, kevés cukorral egy nagyon finom salátalevet. Bele kell keverni egy nagyfej reszelt hagymát, és bele a karalábét. Szuper!
Szuper, nagyon finom. Akkor ugyanezt lehet majonézes, tejfölös változattal megcsinálni. Akkor sajtos rántott karalábé. A karalábét ilyen szép lapjában az ember fölvágja. Két karalábé közé egy szelet sajt, egy hústő, hogy ne essen szét, pepanírozni és megsütni olajban. Például ezzel nagyon kevés olaja, ezt jól meg lehet sütni, mert szép a karalábének a felszíne egyenletes például. Aztán mindenféle rakott zöldségbe bele lehet keverni a leszelt karalábét, vagy a felszínetett karalábét. Ugyanezt meg lehet tenni a zellerrel. Ettek már zellerpülét? Jobb, mint a krumplipülé, sokkal finomabb. Ha valaki szereti a zellert, akkor ezt úgy meg fogja szeretni, hogy nem is fog máskor unalmas krumplipülét készíteni. Megfőzöm a zellert darabokban, utána nagyon kevés vízzel, csak éppen összetudmixolom, teszek bele egy kis vajat, egy kis tejet vagy tejszínt, sót, fehérborsot. Isten, kész, ennyi. Nem intenzív meg a... Nagyon finom, nem. Nem? Ha nagyon intenzívnek találja, akkor tegyen bele két aztán lehet a karalábéból ugyancsak lehet karalábépürét készíteni, az is nagyon finom. És a fűszerezésen múlik, hogy milyen íze lesz szerintem. Lehet kakros karalábét csinálni, hát ezt imádjuk. Az pedig egy főzelék, amit én úgy készítek, hogy kis kockákra vágom a karalábét. Nagyon-nagyon kevés vizem, igazából csak annyi, mondjuk én ennyi vizet teszek egy ilyen nagyobb edénybe, de a karalábét, sót, jó sok kaprot, ezt kb. 5 percig főzöm, nem kell tovább, tehát az a lényeg, hogy harapható maradjon. És akkor behavarom egy nagyon kevés liszt és tejföl keverékével, és akkor még teszek bele természetesen sót, egy icipici cukrot, mert az még jobban kihozza a karalábének az vizét. Az icipici cukor az egy mokás kanálnyi körülbelül, de az elég ahhoz, hogy a só mellett az nagyon intenzív ízt adjon, és még egy csomag kaprot, amikor már elkészül. Hát ez mindenki nagyon szereti. És ez olyan egyszerű, hogy akinek van kert és van karalábia, meg zellere, ezt nagyon-nagyon egyszerűen meg tudja ezeket csinálni. Karalábia. Pirított zsemlemorzsának, annak nagyon jó íze van. És készítek egy nagyon sűrű palacsintatésztát, nagyon sűrű. A nagyon sűrű az azt jelenti, hogy olyan sűrű, hogyha a karfiolt beleteszem, akkor éppen csak, hogy egy csepp lefolyjon. Ezt a palacsintatésztát rendesen tojással, lisztel, tejjel vagy vízzel, szódavízzel, sóval, borssal, finomra vágott petrezselyemmel, a karfiolhoz nagyon jó fűszer a borókabogyó, az őrölt borókabogyó, egy kis hegyi és egy kis fokhagyó. Nem is. A karfiol darabokat, a rózsákat megmártom ebben a fűszeres tésztában, és egyszerűen lerakom egy sorba. Ez nem baj, hogyha a tészta egy kicsit le fog majd folyni róla, ez nem baj. Akkor egy tejjel vagy tejszínnel és tejfölel elkevert egy tojást meglocsolom, majd jön egy második réteg ugyanúgy megmártott karfiol. Ez teljesen, ha megtelt a tepsi, akkor a tetejére tojásos tejföl, be a sütőbe. Ezt nem lehet abba, hogy olyan finom. Az egy másik variáció, másfajta, de az is nagyon jó. Nem, semmi. Ezek régi, azt, hogy mindent előfőztek, meg megabáltak, ez tönkreteszi a vitamintartalmat. És akkor kirántja a fúrsak? Nem.
Nem. Én egyébként én azt szeretem, hogyha belealakok is. Van textúrája. Hát nem ilyen krémes püvés valami. Akkor parfió. Mondok a hölgynek egy nagyon finom, egyszerű vacsorát. Egy olyan, mondjuk egy ekkorka karfiolt rózsáj, kis rózsáira szedek, apró rózsáira, ezt se kell előfőzni semmit. Megpucolok egy nagy hagymát apróra vágom, majd felverek, mondjuk négy szemére felverek, mondjuk három tojást, nem kell több. A serpenyőben beleteszem a karfiót, két evőkanál olajra, lehetőleg olyan serpenyő, ami a teflon, hogy ne ragadjon le a tojás. Egy picit megkaphatom a karfiót, éppen hogy, majd ráöntöm a tojást, amiben tettem egy pici lisztet. Hülyén mondtam el, de gondolom, hogy ez értik. Tehát három tojás felverve, hozzá egy csapott evőkanál liszt, só, bors, én mindenre teszek fokhagymát, mert én nagy fokhagymáról vagyok, nagyon finom minden ételben, és ezt különben ráöntöm a karfiolra, és úgy megsütöm, mint egy tojáslepény, de lassan. Na most, ha az alja már egészen piros, és a teteje még egy picikét folyos, akkor a legfinomabb. Nagyon, ez egy sima vacsora étel, nagyon gyorsan kész van, és karfiol. Aztán jön a karácsony. Jön a karácsony. Én például a krémes süteményeket azt szoktam. Hát például az a csokoládé torta, vagy nem torta, minden akár. Az a csokoládé krém az például nagyon alkalmas egy kis kotta megtöltésére. Na most a Mákos Gubát hogy csinálják, meséljék el nekem. Valaki mondja el. Nem értem hangi, sem nem tudom. Ennyi. Hát na most én mondok egyet, ami borzasztó egyszerű és isteni finom. Hát ha tehetik, akkor ne kicsit használjanak hozzá, hanem például kalácsot. Vagy ha valaki véletlenül arra vettem eddig, hogy csináljuk kertésztát, az a bizony. Tehát ez mindegy, ez ki saját fogával elintézi, hogy milyen az alap. Tehát tepsi, kivajazott, jó vastagon kivajazott tepsi. Szépen beleteszem a felszerepelt végsütemünk, mindegy, hogy mi van benne, és megszórom rengeteg darálkulikkal, de rengeteggel, ami kevés cukorral van keverve, és mézzel, és rengeteg mazsola van tetejére szórva, és ezután szépen egyelőre szárazom. Majd penszint, valami kedvelt lekvárt, amit szeretnek. Összekeverek, tehát lekvárt, tejszint, jó sok vaníliát. Hát mondani ezt, akkor sajnos az nem látott vaníliát, ez csak egy műanyag, de lehet kapni. Van rúd, így van, annak ki kell kapni szépen a közepén. Igen. És akkor ezt az öntetet egyszerűen rá kell önteni annyit, hogy jól lepjél, mert az szépen fogja szívni. És el kell tenni egy ütőbe. És másnap, mielőtt jön az ünnep, szépen betenni a sütőbe, beszedve. Itt a gőz nem menjen el belőle, hanem az szívja be. Ez nagyon-nagyon finom. De ez kell egy jó pikáns lekvár, vagy egy medgyem, vagy egy sárga varaszt, ami nem túl édes. Hát az a lényeg, hogy ne legyen édes, mert ugye méz is van benne. Na most ez egy nagyon finom, ám nem hagyományos édesség. Ezt nagyon szeretik nálunk, úgyhogy még szokták kérni. De tegyél bele valami finom, pikáns
lekvárt, és akkor pesztivet teszek. Na most én azt gondolom, illetve nem érkeztem el a mondatot. Mire az ember oda kerül, hogy leül a vacsorához, gondolom mindenki volt fáradt, igaz? Meg az egész lakás tele van olaj és szaggal, mert megsütik a halat, igaz? Na most én formabontó vagyok, soha nem csinálok ilyen ételt karácsonykor. Soha. Mert a karácsony az a szülőké is, az enyém is, a maguké is. Miért előírás az, hogy hogy fáradtan kelljen leülni az asztalhoz, hogy ne lehessen ne idő arra, hogy az ember a haját szépen megcsinálja, hogy fölöltözzön, hogy... Tehát miért kell nekünk asszonyoknak halálra gyötörten ülni a karácsony asztalnál? Mindenki ünnepel, csak mi ne ünnepeljük. Ez igazságtalan. Úgyhogy én ezt már régóta írtam, de nem kell, hogy így legyen. Igen, tehát az, hogy az olaj az nem megy ki, sajnos nem megy ki, még másnak is érződik. De én azt gondolom, hogy olyan étel kellene készíteni, amit nem aznap frissen kell. Nem kötelező rántott halat enni karácsonykor. Miért kötelező? Halászlevet meg lehet csinálni különböző. Ha már mindenáron halat, rántott halat szeretnénk tenni, akkor az a következőt javaslom. Előző nap, bocsánat, előző nap ráncsa ki a halat. Készítsenek egy finom, hagymás, ecetes levet. Tegyék benne a rántott halat. Ez egy marinírozott hal lesz, úgy hívják. Egy pácol, nagyon-nagyon finom tudani. Majd másnap szűrjék le, ha készítenek mellé uborkát, vagy kátnak, burgonyasalátát, majonézes burgonyát, akkor tiszta sor ott a rántott hal, és nem aznap kellett megcsinálni. A krumpli salátát előző nap ugyancsak megcsinálták. Miért kötelező halálra fárasztani az emberek saját magát például? Jó, elhiszem, de én azt gondolom, hogy ez igazságtalan. De sok mindenek az előző nap. Hát persze, de a rántott halat nem lehet az előző nap. Azt nem. Meg a sült krumplit se lehet előző nap, ha csinálom. Nem, én azt gondolom, hogy én formabontó vagyok, ebben is még sok mindenben, hogy hideg ételt kell tálalni. Olyan hideg ételt például, amit nem szoktak évközben enni. Tehát például töltött tojást, halat töltött tojást, nagy, hatalmas tálon gyönyörű, tehát hideg tálat, amit szépen el lehet készíteni, és lehet rajta hal, lehet rajta marinírozott hal is, meg majonézes krumpli is, de lehet rajta egy kaszinó tojás, lehet mellette többféle saláta. Például a hagyományos borleves, amit frissen kell készíteni, és ott kell állni mellette. Én ahelyett például egy vörösboros, tejszínhamos megyleves szoktam tálalni, és imádja mindenki. És azt előző nap is meg lehet csinálni. Mondja, hogy nem tudom. Jó, hát most attól függ, hogy elvihagy a hagyomány, de itt az elhagyomány. Lehetőleg olyat készítsenek, amit évközben nem szoktak, de nem kell mellette állni. Például. Na most nem tudom, pacsát szereti valaki? Szoktak pacsát sütni? Mesélj el, hogy süti a pacsát. Hát gyakorlatilag nagyon hagyományosan besúzom be a sütőt. Igen, igen, nagyon finom. És kész is nagyon, nagyon lassú. Igen, és mennyi ideig tart? És mennyi az a lassú sütés? Hány fok körülbelül? 170. 175. Na akkor én mondom, hogy ugyanezt... És alufóriát. Igen, igen. Tehát ugyanezt, ugyanilyen hagyományos összelelt, borssal, sóval, fokhagymával, hagymával, semmi mással. Én úgy sütöm, az most más kérdés, hogy még mást is teszek mellé, de mondjuk elvileg úgy sütöm, hogy én is lefóriázom a felsét, és akkor berakom a sütőbe 100 fokra. Csak 100 fokra. És ott körülbelül 6 órán keresztül ott van, de csak 100 fokon. Nem kell mellette állni, el lehet menni a lakásból, más. Így van, mindent lehet csinálni az égvilágon, más egyéb munkát, vagy pihenni, bármi. És akkor kb. 6 óra múlva érzem az illatot, az több olyan vajpuha lesz, és ami a lényeg, hogy nem szárad ki a hús soha. Ugyanis
akkor szállok ki a hús, amikor nagyon erősen téged forr, sül, akkor szépen kicsitott belőle minden, mert ebben nem csak van. Hát igen. Sajnos. Jó, hát igen, de ebből nem csöpött is semmi, mert ez olyan lassan súr, hogy szinte nem. Én darabokat szoktam. És főleg szóval. Mert a bellet azt nem lehet ezzel a módszerrel, nem lesz külön. Azt viszont egészen másképp serpenyőben pillanatok alatt. Arra nem szabad teljesen átfúrni. Hát akkor egyesül. Egyesül. Meg de sütőben. Magyarul 100 fokon. Lehet, hogy nem kell 6 óra, csak 5 óra. Ezt lehet egyébként az egész bekacsánál is, ezt a módszert alkalmazni, de én magam ilyen darabokat szoktam, kacsacombot szoktam igazából, és amikor már érzi az ember az illatot, akkor le kell venni a fóliát róla, és azt a levet, amit nagyon kevés levet enged, mert nem rúgozódik ki a húsból semmi, szakos marad. Azt a kis levet, amit kiengedett, azt szépen utána összetöröm a hagymát, amit benne van, és rákerem a tetejére. Akkor étkezés előtt pirítom, vagy grillezem, itt amit 220 fokon. Tehát zsíren csak itt. Igen, tehát hogy ropogós legyen. És azt előtt alsó fősön? Ez a 5-6 óra? Alsó fősön, igen. Vagy ha valakit légkeveréses sütője van, akkor légkeveréses fokozaton, igen. Így sütve egészen más. Nem szárad meg, nem szárad ki. Olyan szaktos maradós. Hát, az ugye attól függ, hogy utána grillezem, illetve erős tüzön megpirítom, akkor az rokonos lesz. Nagyon rokonos lesz. Ha egészben sütöm a kacsát, akkor a hasába szoktam tenni egy narancsot, úgyhogy szétszedem, megreszelem, lereszelek a héjából, azt is beleteszem, akkor narancs húst is, a tepsibe körbe rakom halmával, hagymával, alá jutok egy kis vörösbolt, és akkor mi sütöm meg. Kacsamájat? A kacsamájat, a hízott májból hízott, ez a liba mája is van. Ez is a kacsamájat része. Hát egész más ízünkben is szokták sütni. Ez ugyanis azt biztos tudják tapasztalatból, hogy az ember, ha megsüti a májat, akkor rengeteg zsír kimegy belőle, és elveszít a súlyából. Én már jártam úgy, hogy egy ilyen hatalmas nagy libamájat megsütöttem, és lebelőle fel akkor, hát akkor majdnem megütöttem. És akkor egyszer csak elkezdtem vele kísérletezni. Következőt konzultáltam egy séffel, aki ennek nagyon nagy tudója. Azt javasolta nekem, hogy először is ne zsírba tegyem föl a májat, hanem először a hájat olvasszam ki, szűrjem le, és abban a zsírban öntsek valamennyi, egy decilizet. Ugyanis kiderült, hogy a máj olyan porózus, hogy kiengedi a zsírt, de felszívja a vizet. És akkor csodálatos szaftos marad, és nem veszít a súlyából, és hosszabb ideig tart, ez tényleg csak nagyon-nagyon pici lángon, éppen úgy gyöngyözzön. Úgy szabad sütni, nem szabad erős lángon, mert akkor rögtön kihagyja a zsírját. Egy decil. Ja, és amikor a máj már teljesen átpárolódott, az ember veleszi egy villát, és akkor látja, hogy jön ki belőle a véresdő, vagy nem. Mikor átpárolódott, akkor kiszedem a májat, beteszem abba az edényben, amiben majd fogom tálalni, és addig forralom ezt a zsírt, amikor az összes víz el nem megy belőle. És amikor már látom, hogy már serceg, tehát nem habzik, mert habzik, ami víz van, aztán serceg. Akkor beledobok egy gerezúzott fokhagymát, egyetlen percre, azonnal lezárom. És ezt a zsírt rájön tovább. És ez szuper. Az is jó, csak ott elvettem. De ez a serpenyőbe akkor, vagy ezt a sütőbe? Nem, serpenyőbe. Ez főz a gázon. De. Mert hogy hamarabb akkor átpárolódik. Hamarabb. Mindenképpen főz. Hát most annak el kell lepni a gázon. Annyi zsírba kell megcsinni a zsírba. Vagy kacsa zsírba. A kacsát lehet, hogy a zsírba megfordjuk. Annyi, hogy el lepni. Mert akkor tud átfőni tulajdonképpen a mág.
És nagyon fazéka. Az a gondolom, hogy minden nem széles nagy az énbe, hanem fazéka, hogy minél kevesebbet kell. És Isten. Nagyon jó. És tudják, hogy ez, hogy milyen sokáig eláll ez a zsírban sült máj. Hogyha az ember eszik belőle, levág belőle egy darabot, és el akarja tenni, akkor a zsírt, ami mellett, ha rá kell kenni a vágás területre, hogy elzárja a levegőtől, és akkor nagyon sokáig. Következő nap el, kicsit elpotrom a zsírt, eszünk belőle, és megint, mikor befejeztük a kis maradék, akkor megint egy kis zsírt rá kell. És ez így tökéletes. Hát ez mondjuk. Igen, hamar elfogy nagyon nagy, imádom. Én még sokkal fontos is fatászottam benne. Az is jó. Csak na most az egy igazság, hogy a libamájnak annyira jellegzetes íze van, és azt én imádom, nem akarom elvenni hagymával az íztel, akkor egy más lesz, és egy parányi fokhagymát szoktam bele dobni is kész. Tehát ez már teljesen zűzó, itt a technológia lényeg. Az a lényeg, hogy egy deci víz kerüljön bele, és úgy a vizes zsírban párolódjon a máj. És ez hamar. Ezt a májat nem használtam. Ám. Ha van olyan máj, kacsamáj, ami nem hízott, tehát ez a pecsenye, vagy pecsenye liba máj. Az nagyon érdekes mondani, hogy a csarnokban nagyon olcsó. Egy kiló 900 forint, mondjuk. És nincs semmi hulladék, tehát ez nagyon-nagyon jó. Na most ezt úgy lehet elkészíteni a legfinomabban, hogy legalább 2 órát kell áztatni ezt a májat, vízben vagy tejben. Ugyanis a lényeg attól keményedik, biztos tudják gyakorló házasszonyok, hogyha megsózzák a májat, akkor megkeményedik. Most azért keményedik meg, mert a vér megkeményíti. Ha kiáztatja az ember belőle a vért, akkor utána lehet sózni, mindent lehet vele csinálni, vajtóan lesz. Én úgy szoktam, hogy 2 órát legalább áztatom, hogy elég az áztatást, azt onnan lehet látni, hogy már egészen barnás a lé, magyarul kiázott belőle a vér. És akkor ezt a levet leszűröm róla, és mondjuk ilyen borsos májat szoktam otthon sütni, azt nagyon szereti a férjem, csíkokra vágom a májat, ilyen kis vékony csíkokra, és akkor egy jó nagy fejhoz már megpirítok, megborsozom, szoktam egy kis csili paprikát, vagy nagyon csípős cseresznye paprikát is beletenni, és akkor rádobom a májat, amikor nagyon forró ez a hagyma. 2 perc alatt tulajdonképpen készül, és meg és közben nem is sózom. És semmi, nem keményedik meg, is nagyon nagyon lesz. Húha, hajtúra lesz, és ugyanezt lehet csinálni a sertésmájjal, a borjumájjal és a marhamájjal is. Ugyanúgy. Tehát lényeg, hogy áztassák. Akár egy éjszakát is áztatom. Sokkal nagyon érdekel. Ez nagyon nagyon tudja. Tudják, hogy nem eszik meg külföldön a májat. Se a csirke aprólékot. Amerikában úgy dobják a szemétbe, mint ahogy mi itten a papír. Nem esznek májat, mert azt mondják, hogy a máj gyűjti össze az összes méreganyagot, de szerintem senkinek még nem lett olyan Magyarországon a pirított májtól például. Vagy csak nem volt a májt. Hát igen. Ez így igaz. Hát Amerikában külön üzletága a fogyókúra, meg külön üzletága az iszonyatosan éves édesség fagyval. Kétejék előtt voltam Amerikában, és megkínáltak fagyoltal. Életem, ami ilyen szörnyű. Olyan volt, mintha cukorszirupot nyalogattam volna. Zöld, meg barna, meg piros. Borzalmas színezék, és cukor, és szinte semmi ízabe nincsen. De gyönyörű, olyan, hogy megszólal. És mondták, hogy miért nem ezt tettem? Nem jó. Levüléskedj, az, hogy nem ez a legdrágább fagyval. Nem, akkor se jó, ezt én nem kérem, köszönöm szépen. Úgyhogy külön ügyel, és akkor persze mindenki kövér Amerikában. Amikor én kimentem először Amerikában 86-ra, akkor azt mondták nekem itthon, hogy jó lenne, ha lefogynál. Mert hogy milyen, mert hogy fogsz ottan kinélni sok csinos vékony nő között. És mondtam, hogy nagyon sajnálom, így. Nem, én nem fogok, ezért fogok. És kimentem. Leszálltam a repülőről Los Angelesben,
azt hittem, hogy ott volnál magam rögtön. Képzeljék el, hogy ha nem volt 500 olyan kövér ember, ami nem, Magyarországon nem is létezik olyan, és a nők nagy része, aki kövér, az ilyen piros, meg rózsaszín masnagatrak a fajába, meg a fenekére, olyan szerelése, meg olyan forró nadrágokban mentek a nők, hogy hát komolyan nem mettem rájuk. Borzalmas. És mindenki büszkén viseli a saját papagát, és nem érdekli őket. Na persze, ugye fogyok úr egy őrült iparág, iszonyatos pénzt kérnek érte, lefogyasztják a kádert 3 hónap alatt, úgyhogy 3 hónapi kórházban van, ez kérdetlen pénz, majd kijön a kórházból, és az első útja hova vezet a McDonald's-ra is. És eszi azt a szörnyűséges hamburgert, ami tele van zsírral, fagyúval, meg mindennel, és issza a kólát liter számban. Akkor ájultam el, amikor azt láttam, hogy egy kisgyerek gyerekkocsiban, vagy egy éves lehetett, kólás üveg volt a kezében a gyereknek. Ennél jobban érgezni már nem lehet egy csecsemő. Mindenki iszonyú kövér, de nem izgatja őket. Hát olyanokat láttam komolyan magam, hogy el nem tudom, nem tudom elmesélni. És nem érdekli őket, és mindenki talál magának párt. És a férfiak is nagyon kövérek. Tehát 100 emberből 80 nem normális súlyú. És ez egyre rosszabb, mert a cukorlobby olyan erős, hogy minden áron el akarják adni a cukrot, ugye, mert a világszerte a cukorra már keresztetre tettek, mondanám, hogy nagyon káros, tényleg káros. Mindenki zabál, az utcán mindenki eszik, szóval eszméletlen az egész. Úgyhogy én voltam a legsoványabb között. Jöttem haza és mondtam annak, aki szólt, hogy tudod, hogy menj ki Amerikába. De valamit szedjél magadra, mert azt fogják hívni, hogy éreztetnek. Még azt szeretném megkérdezni, amikor kiteszik találni ezeket a recepteket és megcsinálják, akkor ki postolja meg? Tehát ki mondja rá az álmen, hogy hú, ez vagyok, ez, és van-e olyan, amire azt mondja, hogy ezt kísérleti, hogy na, hát az első kérdés, ugye, hogy ki mondja rá az álmen, tehát először is én megkóstolom. Tehát ez természetes, hogy az én ízlésemnek megfelel, akkor már azt nem lehet, biztos. De ha nem, az első a férjem, aki második kóstolja, megkóstolja, és azt mondja, hogy te ez jó. Vagy azt mondja, hogy valamit még tegyél be, mert valami hiányzik belőle. És ha valamire azt mondja, hogy jó, akkor vannak a barátaim, akiknek telefonálok, hogy hozzátok az ételbordot, mert ő nem fog annyira után folyton mosogatni, és vigyétek el, és egyétek meg, és utána telefonáljátok vissza, hogy ez így zajlik. Olyan nem volt, hogy nagyon rossz volt az étel, de olyan már előfordult, hogy egy valaminek készülő ételből egész más lett. Mert valahogy rájöttem, hogy nem, ez kevés még, valamit még bele kell tenni, valami hiányzik belőle. És akkor addig kutatok az agyammal nekem. Van egy nagyon jó tulajdonság, amin az ízeket akkor is érzem, amely csukom a szemem. Ez egy abszolút ízérzék, olyan, mint az abszolút hallás. Nem tudom megmagyarázni. Becsukom a szemem, és pontosan tudom, hogy annak a kapros tökfőzelének milyen az íze. És hogyha belerakok mondjuk mást is a kapor mellett, hogy annak milyen lesz az íze, ezt én tudom. Tehát érzem, benne van az orromban, benne van. Nem tudom megmagyarázni. Tehát olyan előfordul már, hogy nem találtam valamit, valami még kell vele. És akkor elkezdtem ezt tenni, akkor az tőle, hogy nem sikerült. Mondtam magam, hogy tudom, én nem tudom semmit, akkor egészen más lesz, és az sikerült. Egyszer életemben elrontottam egy ételt, de az következő miatt történt. Egy sertéspörkötet föltettem, annak rendjés módja szerint a tűzre, konyhába. Majd szólt a telefonom, egy mobil telefonom jött valami mellettem. Bementem a szobába, mert meg kellett valamit nézni, és 40 percig társalogtam. És teljes lángon fedő alatt, de teljes üzemem volt a pörkök, mert elfelejtettem levenni, amikor csöngetet adtam. És 40 percig beszéltem, nagyon kedélyesen, munkedően, majd mondtam, hogy te megyek ki a konyhába, mert valamit érzek. Kinyitottam az ajtót, az előszobában már állt a füstben. Úgy leégett az edény, minden dobtam ki mindent, sőt a konyhát ki kellett festeni. Olyan szaga volt, nem lehet kérdés. Úgyhogy azóta
a naptáron, a jegyzetfüzetem, a telefon mellett a konyhában van, hogy ne kérdezzem menni sehova. Úgyhogy te jó Isten vagyok. Bocsánat, hogy ennyi ideig visszavértem a türelmet. Nagyon érdekes volt, köszönjük. Nagyon szívesen. Egy utolsó kérdésre válaszolok szívesen. Még van valami egyetlen egy kérdésre. Kész? Kifújtad? A személynek ez még kapcsolat neve, arra lett válasz? Nem. Igen, én csak a kacsa mellére, tehát önálló a kacsa mellére, amikor olyan bőrös és olyan frankó. Jó, akkor azt cseppenyőben kell elsőszíteni, nagyon forró cseppenyőben, nem kell zsír, se olaj, hanem a bőrös felét azzal kezdi, megvárja, amíg az kisül a zsír, nagyon ropogós lesz, jó barnára meg kell sütni, közben meg kell sózni a vissos részét, vagy megfűszerezni, és amikor már jó pirosra, ropogósra megfűt az ajt, akkor megfordítja. Igen, igen. Az egész művelet nem tart tovább 10 percen. És nem szabad halálra sütni, tehát úgy kell megsütni, hogy amikor felszelepedi, akkor egy kicsit rózsaszín. Mert akkor lesz a legfényebb. Akkor lesz a legomlósabb legtovább. Szívesen. Nagyon szívesen vállalom azt, hogy mivel Júlia a jövő héten menni fog Sátorolja úthegyre, oda is könyvtel volt, én elküldöm a területet, és Júlia delikálja, és akkor visszaküldik a könyveket, és elkihoz december 11-én jövök ki, és akkor elhozom, hogyha esetleg valakinek olyan könyvtel, amiből csak egy darab van, és valaki már elhapolta előre, és akkor így ezt nem tudom mondani, az óriás szakás kivalazom, nem? De a többi darab Igen, én nevetkélek. Igen, én nevetkélek.